Köszöntöm a nézőket, ez itt a Sport Hétfő, a Pannon Televízió sportműsora. Mai adásunkat egy igazi sporttörténelmi sikerrel kezdjük, ugyanis Novák Djokovic 7. alkalommal is megnyerte az Australian Open döntőjét. Korábban ez még egyik teniszezőnek sem sikerült ennyiszer. Djokovic egyébként Rafael Nadalt győzte le 3-0 arányban a fináléban. A női egyesek versenyét pedig a japán Naomi Osaka nyerte, ezzel pedig átvette a vezetést a nők világranglistáján. Most pedig egy igazi téli sportággal megyünk tovább, ugyanis Szabadkán 14. alkalommal szervezték meg a hétvégén a Winter Classic nemzetközi veterán jégkorong tornát. Ennek rövid összefoglalója következik most. Kakaskodásból sem volt hiány az idei Winter Classic elnevezésű nemzetközi veterán jégkorong tornán. A szabadkai megméretetésre Szlovéniából, Finnországból, Bulgáriából, Magyarországról, Csehországból és Szerbiából összesen 12 csapat érkezett. A barátságos jellegű tornát egyes játékosok komolyabban, mások lazábban veszik. A magyarországi kiskörös együttese már évek óta rendszeres résztvevője a Winter Classicnak Szabadkán. Ez kimondottan baráti összejövetel igazából. Mi utánpótlás neveléssel foglalkozunk. HC Kiskörösnek jelenleg 84 igazolt játékosa van, és a Magyar Jégkorong Szövetség bajnokságaiba szerepelünk kiválóan. Igazából a mi csapatunkat, ha már így a Winter Classicot, a szabadkai Winter Classicot ugye hozzuk szóba, akkor itt igazából egy baráti társaság jön el, igazából mi egy jó kapcsolatot ápolunk a Szabadkával, ugye fúzióban vagyunk mi a Szabadkai Egyesülettel, és az edzők játszanak nálunk. Jelen pillanatban is van egy tornán Kiskörösön, azért hiányosan álltunk fel a mai mérkőzésre. Hogyan értékelem ezt a tornát? Én nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy itt lehetek. Habár vannak csapatok, akik nem így gondolják, mi, mert mi tényleg csak a baráti érdekből jövünk, nem a győzelemért, tehát mi kimondottan csak nem sérülést okozni szeretnénk másoknak, ezzel nem minden csapat van így, de attól tekintve nagyon jól érezzük magunkat, eddig van egy győzelmünk, egy vereségünk, de jó a hangulat nálunk, és ez a lényeg. Az újvidéki Hosek László már kiskora óta jégkorongozik, a Winter Classicon ő is rendszeres résztvevőnek számít. 72-ben kezdtem, mint kisgyerek, ugye, és Vojvodina tagja vagyok, most közben ez gentleman's lett, ugye, mert két csapatunk van, úgyhogy is mondom, szeretem ez mindig Szabadkán ezt a tornát, mert nyitott pályán van, és ez ilyen Winter Classic, és ez mindig attraktív, úgyhogy mindig élvezzük, és továbbra is jönni fogunk, ugye. A nemzetközi veterán tornára a házigazda szabadkai Spartacus is komolyan készült. A csapatunktól azt várom, hogy egy jó szereplést nyújtsunk, tehát egy jó mérkőzéseket játszunk. Hát most az eredmény az annyira nem fontos, de végül is fontos. Ez mindig az, hogy az öreg fiúk, hogy nem fontos, de fontos. Hogyan szoktatok készülni az ilyen tornákra? Hányan vagytok a csapatban? Milyen edzéseitek vannak? Amikor a műpálya elkezdi a működését, tehát az valamikor december közepe felé szokott lenni, akkor hetente kétszer szoktunk edzeni, amikor pedig Kiskörös vagy Szegeden vagyunk, akkor átjárunk hetente egyszer oda, az ő csapatukkal szoktunk edzeni, ennyi. A kapusok dolga sem egyszerű feladat, Dobszai Csaba meglepő módon füvön kezdte, most azonban a jégen érzi otthon magát. Milyen dolog kapusnak lenni jégkorongban, mire kell figyelni egy jó kapusnak, és hogyan néz ki maga a mérkőzés, fölkészülés, mit kell erről tudni? Hát a fölkészülés, fejben nagyon rendben kell lenni, igazság szerint a kapus az egy szakma, előttem, mielőtt jégkorong kapus voltam, futballa, kapuban álltam nagyon-nagyon sokáig, onnan megmaradt a kapu szeretete, és így a korongban folytatom tovább. És milyen itt Szabadkán a torna? Szabadkára immár vagy 6. éve járok, szinte mintha hazajörnék. Nagyon-nagyon szeretem ezt a légkört, nagyon jó a társaság, családi a hangulat, szeretem. Sándor Zsolt, a Winter Classic szervezője elmondta, hogy a torna megvalósítása évről évre nehezebb feladat, de immár 14. éve sikeresen zajlik a verseny. Szabadkán nincs fedett jégkorongpálya, ezért sokszor az időjárás is közbeszól, ezúttal azonban ideálisak voltak a körülmények a zavartalan játékhoz. A külföldi csapatok mindig örömmel érkeznek a versenyre, tette hozzá a torna szervezője. Lényegében nagyon tetszik a külföldi csapatoknak Szabadka, mivel viszonylag kicsi a központ, így gyalog mindenhova el tudnak jutni.
igyekeztünk minél közelebb elszállásolni a csapatokat, úgyhogy lényegében pár métert tesznek meg a szállásuktól, és már itt vannak a jégpályán, vagy akár a városközpontot is meg tudják pár perc alatt nézni. Így nagyon népszerű Szabadka a külföldiek részéről. A Winter Classic idei bajnoka a szlovén Jesenice csapata lett. Az ezüstérmet az újvidéki Vojvodina együttese szerezte meg, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a házigazda Spartakuszok is ajánlhattak fel. Műsorunkat pedig vízilabdával folytatjuk. A Bajnokok Ligája legutóbbi játéknapján a belgrádi Crvena Zvezda az Eger együttesét fogadta. Mutatjuk, milyen eredmény született. Sokkal izgalmasabbra sikeredett a férfi vízilabda bajnokok ligája 7. fordulójának belgrádi találkozója, mint az várható volt. A Ferencváros után ezúttal az Eger vendég szerepelt a szerb fővárosban. A találkozó a papírforma szerint indult, az Eger lőtte az első gólt, majd fokozatosan növelte előnyét, amely több alkalommal is 4 gólos volt. Az első két negyedben a magyar együttes szempontjából minden a terv szerint haladt, hiszen 4 gólos előnnyel cseréltek a csapatok térfelet. A harmadik játékrész végére a Crvena Zvezda megfelezte az Eger előnyét, majd ennek a lendületnek a szárnyán az utolsó negyedben jött az igazi dráma. A 21. percben Maximovic 1 gólosra faragta le az ellenfél előnyét, majd a következő támadásban Vászlij góljával a pirosfehérek egyenlítettek. Miután az egriek elpuskázták gólszerzési lehetőségüket a következő támadásban, ismét Vászlij lépett színre, aki 4. találatával előnyhöz juttatta a hazai együttest. Rásovics és Gyárfás góljaival az Eger gyorsan visszavette az előnyt, de az Zvezdának Buszágy révén erre is volt válasza. 16 másodperccel a találkozó vége előtt Dekker Ádám találatával az Eger újabb előnyt szerzett. A Zvezdának a hátramaradt időben emberelőnyből megvolt a lehetőség az egyenlítésre, de ez nem jött nekik össze, így az Eger megőrizte előnyét és 13-12-re megnyerte a mérkőzést. Kicsit meglepett minket, hogy ilyen harcosan játszottak 4-4-en keresztül. Bíztam benne, hogy ahogy az elején igyekeztünk szétnyitni a meccset, és 7-3-ra elmentünk, utána 8-4-re. Végig tartottunk egy magabiztos 3-4 gólos vezetést, hogy ebbe hitüket vesztik, de nem tették, úgyhogy emelem kalapom. Nagyon harciasan játszottak a végéig, és nagyon nagy erőfeszítések készítettek minket az utolsó negyedben. Az Eger soraiban Gyárfás és Rásovics 3-3-szor vette be az ellenfél kapuját, míg az Zvezdánál a 4 gólos Vászlij és a 3 találatot szerző Maximovic mögött Schulz volt a csapat harmadik legeredményesebb góllövője 2 találattal. A bajnoki liga az nekünk nagyon sokat jelent, mert nagyon fiatal játékosok vagyunk, és szerintem nagyon közel volt a győzelem, de végül az Eger sokkal idősebb, sokkal jobb játékos játszik ottan, és majdnem sikerült 1 pontot is szerezni. A BL felénél az Eger 3 győzelemmel és 4 vereséggel az A csoport 5. helyét foglalja el, a legjobb 8 közé jutást pedig az első 4 csapat vívja ki. Fordul a BL kör, otthon kell játszani a Zvezdával, nem tiltott, az már ezelőtt a mérkőzéssel is az volt a tervünk, hogy a Zvezdát idegenben is és hazai pályán is számomra mindegy, hogy milyen játékot meg kell, hogy verjük, hogyha szeretnénk a továbbiakban versenyben maradni a Final 8-ért. Én úgy gondolom, hogy ez a Zvezda nem fog 0 ponttal zárni a kör végén, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon értékes 3 pont, amit még megszereztünk. A Crvena Zvezda továbbra is nyeretlenként sereghajtó, így utazik majd a 2 hét múlva a sorra kerülő Egri szereplésre. Vízilabda után pedig női röplabdával folytatjuk mai műsorunkat. A Superliga hétvégi fordulójában a szabadkai Spartakusz a belgrádi Crvena Zvezda együttesét fogadta. Bomba formában indította a belgrádi Crvena Zvezda csapata a Spartakusz elleni mérkőzést Szabadkán. A vendégek 11 pontos sorozatot produkáltak az első szett elején. A Spartakusz röplabdázói ugyan magukhoz tértek a kezdeti zavarból, de a játék irányítása továbbra is a belgrádiaknál maradt. Így az első játékrészt 25-19-es eredménnyel behúzták. A második szettben a fővárosiak ismét harciasan nyitottak, és gyorsan el is húztak ellenfelüktől, amit a szabadkai lányok nem tudtak behozni, így jelentős hátránnyal 25-12-re ezt a szettet is elveszítették. A harmadik szett a meccset eldöntő játszmának bizonyult, amit a vendégek 25-14-re nyertek meg, így a lista vezető 3-0-ás megérdemelt győzelmet aratott Szabadkán. Nikad nije lako pobediti u Subotici, posebno nije lako pobediti 3-0, a mnogo je teško pobediti ovako ubedljivo. Ovo
Ja bih volao da kad god dođem pobedim ovako, ali evo vidjet ćete kad budemo se pojavili sljedeći put ovdje, neće biti ovako. A hazaiak mestere szerint csapata nagyon fiatal, így nem tudták meglepni a Crvena Zvezdát, mely idén a bajnoki cím legfőbb esélyese. Ne mogu zameriti ništa svojim igračima, jednostavno neki igraju na pozicijama na kojima igraju prvi put. Dali smo šansu nekim mladim igračicama, kako sam i rekao na početku ove sezone, moramo biti spremni da istrpimo te oscilacije, nije to lako. Najlakše je tražiti neke izgovore, jednostavno moramo istrpiti ovu mladost. One su dobile svoju šansu, ja duboko verujem da one mogu i da će postati veliki igrači. 18 fordulót követően a bajnokságot továbbra is a 40 pontos Crvena Zvezda vezeti, a Spartakusz 24 egységgel a táblázat 6. helyén áll. Kedves nézőink, most pedig sokak számára egy kevésbé ismert, azonban Szabadkán igencsak népszerű sportággal, a gyeplabdával folytatjuk mai műsorunkat. Megmutatjuk, hogy hogyan működik a klub, miként edzenek és mely bajnokságban versenyeznek, ezt láthatják most. Fiúk és lányok együtt kergetik a labdát a szabadkai Spartakusz Elektro Vojvodina gyeplabda csapatának edzésén. A legtöbb játékos már kiskora óta űzi ezt a sportágat. 5,5 évesen kezdtem, hát kb. Az véget kezdtem, mert a bátyám is elkezdett játszani, és mi ketten ugyanazt a sportot akartuk űzni. És hát a szomszédunk volt az egyik edző, és ez véget ott kezdtük. Sokszor kijelentkeztem, meg visszajöttem, és ha jól emlékszem, 7 éves korom óta már hokizom. És hát nem ezek az edzések, csak sokat bemelegítünk, hogy ne meghúzódjon valamelyik testrészünk, és megyünk meccsekre is sokszor. Hát azért eléggé azok már nehezek. A gyerekek Vujkovic Lámit Antal keze alatt edződnek. A szakember igyekszik fegyelmet tartani a tréningeken, hiszen a sikerhez áldozatos munka vezet. Én vagyok itt a keménykező, én vagyok az, akitől félnek. De különben nem kell tényleg félnem, én egy kicsit hangosabb vagyok, kicsit komolyabban veszem ezt az egészet, és próbálom fegyelemben tartani az edzést, hogy megfelelően tudjunk mindenki megtanulni azt, amire tanítsuk a gyerekeket. A felnőtt női csapat játékosai minden tornára maximálisan készülnek, a legtöbben igyekeznek minden edzésen részt venni. Több mint 13 éve játszom, és nagyon szeretem. Most per pillanat Szegeden lakom, és ezért elég nehéz összehoznom az edzéseket, de igyekszek minden hétvégén hazajönni, így szombaton el tudok jönni edzésre. Mérkőzések általában jól szoktak sikerülni, javarészt mindig igyekszünk azért fölkészülni az edzésekre, hogy azok tényleg jó eredményesen, ne csak kimenjünk és akkor aztán veszünk, hanem tényleg mindig azért megyünk ki, hogy igen, és akkor most mi nyerni fogunk, és az hozzáállásunk mindig így van, és mindent is megteszünk azért, hogy nyerhessünk ezen a versenyen, meccsen, vagy akkor ahhoz képest attól függ, hogy milyen jellegű versenyről van szó. Nagyon korán kezdtem. Legalább 10-12 éve a fokizok. A barátnőmnek az apukája kezdte el tartani az edzéseket, és úgy kerültem ide, és megtetszett azért, mert nem egyéni sport, hanem csapat. És nagyon összeszoktunk a csapatokkal, utazások, meccsek, és így maradtam én ebben a körben. A sok edzésnek pedig meg is van az eredménye, hiszen a szabadkai felnőtt női gyeplabda csapat országos bajnoknak mondhatja magát Szerbiában. Kedves nézőink, ahogyan azt láthatták, a gyeplabda igencsak népszerű Szabadkán. A sportág további részleteiről pedig Matijevics Istvánt kérdezem, a szabadkai Spartakusz Elektro Vojvodina csapatának elnökét, edzőjét és minden esélyt, ahogy ön mesélte nekünk. Hányan vannak jelenleg önöknél a klubban? Jelenleg több mint 40 gyerek, még fölnőtt van, akik játszanak. Minden korosztályban 10-19 évig részt veszünk a bajnokságban, a magyar bajnokságban, attól függ, hogy vagyunk meghívva, és mikor tavaly is voltunk Szlovéniában, 4 korosztály mentünk Szlovéniába. Predanovcira, van 10 éve járunk ugyanarra a turnéra. Tehát sok gyerekünk van, és a gyerekek közt több majdnem felel már lány, akik nagyon megszeretik is a sportot, és átlagban jó is játszanak. Hogyan néz ki maga egy mérkőzés? Úgy tudom, hogy fiúk és lányok együtt játszanak egy csapatban. 16 évig bírnak a fiúk, lányok vegyes csapata játszani. 16 év után már csak a fiúk, és meg a lányok is csak külön bírnak játszani. Azok akkor bírnak. Addig vegyesen bírnak játszani.
Említett, hogy a kisebb korosztály Magyarországra jár bajnokságba. Mit tudhatunk erről a bajnokságról, hány csapat van, illetve a fölnőtt korosztály pedig Szerbiában játszik, úgy tudom, jó eredményeket értek el. Igen, a magyarországi bajnokságban az idén is játszunk a 12 meg a 14-es korosztálya. Magyarországon van 5 csapat, mink vagyunk a hatodikak, és játszunk a magyar interbajnokságot. Mindenkik van külön magyaroknak saját, meg mink, mivel beléptünk, ugye nem vagyunk magyarországiak, akkor mint az interbajnokságot játszunk. Tavaly a 10-esek fölényesen megnyerték az országot, ezt az interbajnokságot. Kevés, még talán 2 gólt se kaptunk, 2 gólt kaptunk össze-vissza. A 14-esek meg azok még másodikak voltak. És mit tudhatunk a fölnőtt csapat teljesítményéről? Fölnőtt csapat Szerbiában jelenleg van 2 fölnőtt férfi csapat, meg 4 női csapat, amelyikben a szabadkai lányok az országos bajnokok. Nagyon sokan vannak itt az edzéseken, hányszor szoktak egy héten gyakorolni? Most a felkészülés zajlik a szezonra, ha jól tudom. Igen. 2-szer edzünk egy héten, szerdán és szombaton. A kiserdei, mondjuk rá Balomba, ott egy műfű van, és ott edzünk 2-szer egy héten. Meg ha van valami meccset játszanak itt, akkor van még vasárnap is meccsek. Itt szoktak lenni, itt bent ebben a Balomban. Ha világviszonylatban nézzük, akkor Szerbiában a gyeplabda most milyen szinten van? Hát ha világszínvonalon nézzük, csak az Európa színvonalon nézzük, akkor is nagyon-nagyon alacsonyan vagyunk. Azért, mert se nem kapunk pénzt erre játék, meg nem is érdek már az embereket. Csak gyerekek csak Szabadkán vannak. Egész Szerbiában nincs kivel se játszunk. Azért járunk Szlovéniába, Romániába, Szlovákiába, Bulgáriába megyünk játszani, hogy bírnak a gyerekek játszani. Most akik nézik műsorunkat, a szülők, illetve a gyerekek egyaránt, ön miért ajánlaná ezt a sportágat, hogy miért fogjanak bele, mi ebben a jó? Hát ugyanúgy, mint a másik csapatjátékban, ott is ugyanazban mondjuk, mint a fotballban vagy a kézlabdában, közösen is. Jó barátok a gyerekek, jó barátokat szeretnek egymásnak. Akik eddig nem is ismerték, most már legjobb barátok lettek, mert ezután barátság jön kis. Ez a nagyon-nagyon fontos, hogy barát. Meg mink sokat, a futballistákhoz képest sokat utazunk. A futballisták, a szabadkai, ilyen kis fiat, pionírok, azok csak itt a körzékben jártak. Mink még megyünk rengeteget külföldre. Mondjuk voltunk a Bulgáriába, Romániába, Szlovákiába, Szlovéniába, magyarokra járunk. Horvátokról mindig megyünk, mert itt nincs ki, ha játszol, akkor kő menjünk. És ezt most nagyon kihangsúlyozom, még egyszer, hogy ezt csak a szülőknek köszönhessük meg. Mert hogy magus lássák, most is itt vannak a szülők az edzésen, és nagyon-nagyon sokat segítenek nekünk, pénzzel is, meg mindennel, amire csak nagy szükségünk van. Műsorunk vége felé pedig még adós maradtam önöknek egy sporthírrel, ugyanis tegnap befejeződött a férfi kézilabda világbajnokság, amelyen a dán együttes nyerte meg a bajnoki címet, miután a döntőben fölényesen legyőzték a norvég csapatot. A bronzérmet egyébként a francia válogatott érdemelte ki. Ennyi volt mára a sporthétfő, köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha valamiről lemaradtak, műsorunkat visszanézhetik a Pannon RTV honlapján, illetve követhetnek minket a Facebookon is. További szép napot, a viszontlátásra!